Sziasztok! Üdvözöllek titeket az újabb videómban. Bocsánat a hangomért, csak nem tudom, hogy mi történt velem, mert nagyon belekedtem. A mai videó arról fog szólni, hogy mit vigyél és mit ne vigyél egy osztálykirándulásra. És egy ilyen olyan videó lesz, amiben így megmutatom, hogy hogy csomagolj össze, vagy mit csomagolj igazából össze. Bocsánat a háttérzőket, csak anyukám szárítja a haját, közben esik az eső, és az ablakunk, mivel így áll, ezért nagyon hallatszik rajta az egész. Úgyhogy, ennyi. Ha érdekel a videó, akkor tartsatok velem. Az első dolog, amit ajánlok nektek, vigyetek egy teljesen normális valami kis pólót, amit este, vagy ha leönti valaki a pólódat, akkor ezt át tud venni. Illetve, mivel nekem vannak olyan barátaim, akik például rendszeresen leöntenek engem, ezért vigyétek egy váltó fehérneműt, váltó zoknit, illetve valami váltás nadrágot. A nadrágot azért ajánlom nektek, ha ruhát is visztek, ha mondjuk este, vagy valamikor hazaértek, akkor valami kényelmesbe fel tudjatok öltözni, és ezért én ezt szoktam berakni. És ne vigyetek ilyen szoknyát, mert például nálunk rendszeresen megtörténik az, hogy az osztálytársaink például este átjöttnek, meg minden, és nagyon nagy buli keletkezik, és közben van, hogy néha-néha megvillantódik a fejnemű, úgyhogy szoknyát ne vigyetek a esti cucokat. Most elkezdett szakadni az eső, bocsánatot kérek. Még két ruhát vigyetek el legalább, hogyha két napra, mármint hogyha egy napra mentek, akkor is két ruhát vigyetek el, mert mondom, nem lehet semmiből se tudni, hogy mikor önt le valaki, vagy mikor szakad le az ég, mint például most, és csulambíz leszel, vagy leöntöd magadat kakaóval, úgyhogy érdemes elvinni. Illetve egy neszeszert, amiben én belerakom ilyen fürdéses hajgumit, testápolót, testpermetet, sminkeket, ezt most egyesével nem fogom megmutatni, de... Illetve fokefét, fokrémát és szappant. Én ilyen picike tubosba szoktam rakni egy kicsit az eredeti szappanomból. Úgyhogy ezt rakjátok a neszeszerbe. Amit még ajánlok nektek a bőröndötökbe, az egy napló vagy valami könyv, mert én például rendszeresen vagyok stresszes, és olyankor muszáj leírnom valamit, vagy esetleg, ha valami nagyon emlékezetes volt, akkor bele tudjátok írni, illetve ami nekem most nincs fent itt, két tollam, két tollat vigyetek, mert nekem is volt már olyan, hogy elkezdtem írni, és így kifolyott a tollam, és így ültem, hogy oké. Mit kéne csinálni. Úgyhogy két tollat vigyetek. Illetve könyvet, mert nekem már történt olyan, ami nekem jelen esetben a Szent Johanna Gimi. Mert nekem történt már például olyan, hogy mondjuk reggel 8-kor volt kelés, hogy 9-kor elérjük a buszt, de én mondjuk már 6-kor úgy viribültem, de a többiek még aludni akartak, és mivel rendszeresen a gyerekek nem vihetnek a táborba telefont, és rendszeresen, ha vihetnek, akkor sincs meg mondjuk wifi elszóljuk, vagy ilyesmi, úgyhogy vigyetek egy könyvet is, hogy legyen mivel elfoglalni magatokat. És ha már itt tartunk, akkor van egy ilyen zacskóm, amiben szoktam a félneműket rakni, mert ebben sokkal egyszerűbben megtalálom, mert ha belevágom a
ha belevágom az egészet a bőrömbe, biztos, hogy nem találom meg. Úgyhogy ezt ilyen zsákba bele szoktam rakni. Illetve még vigyáták egy nap szemüveget a... azért, hogy ne károsodjon a szemetek. És én szoktam hajpántot vinni este, hogyha megmosom az arcomat, vagy ilyesmi, akkor a hajat ne lógjanak bele. Amit még én szoktam vinni, csak ezt elfelejtettem ide hozni. Az egy dezodorant minden esetre, mivel hogyha elmentek kirándulni, és mondjuk nyitom, én kérdeznek tőletek valamit, és esetleg elég cik, hogy egy ízöttség volt van rajta, tehát vigyetek egy dezodort. Illetve szoktam vinni egy ilyen kézkrémet. A bőrönbe ennyit tennék, hogyha bepakoltam, akkor meg is mutatom nektek. Amit még elfelejtettem mondani, bocsánat, az a törölköző, amit vigyetek fel magatokkal a buszra, vagy amivel mentek. Mert nekem, hogyha például én kis miniszoknyába megyek, akkor a ülésnek az egész része szétsúrolja a hőgemet, úgyhogy ami elég fájdalmas utána. És eléggé fáj is. Mert hogy eléggé meg is látszódik. Úgyhogy ezt még vigyétek el. Úgyhogy bepakolom. A következő dolog az a hátizsák, amiben kiránduláshoz szoktátok vinni. Ne olyat vigyetek, mint én. Nekem nincs jobb hátizsákom most jelenleg. Úgyhogy nekem kintán leszek, ebbe pakolom. Egyébként útáska. Amit érdemes belerakni, azokat ide fogom. Ezt is elfelejtettem. Rakjatok bele feltétlenül innivalót, nekem most ez egy ilyen ízesített víz, mert ne legyen, hogy feltétlenül se legyen cukormentes. Egy ilyen pizza, kenyér, vagy hogy mondják, illetve egy ilyen mini chips, mert hogy ha chipset eszem, akkor valószínűleg elfogy az innivaló. Így. És amit elfelejtettem mondani, hogy a napszemüveget, illetve a kézkrémet és a könyvet, meg a törölközőt, azt érdemes inkább a hátizsákotokba rakni. És még a bőrönbe a pizsamát is, amit én majd reggel fogok berakni, csak mivel hogy most ebben vagyok, mert nagyon fáradt vagyok. És csak le kelljen dőlni az ágba majd, ha végignézem a filmemet. Ezzel most ebben vagyok, de ugye pizsamát is feltétlenül rakjatok be, amit szerintem nem kell mondani nektek. Napszemüveg, amit ebben az kis első zsebbe rakok, vagy mégsem inkább, kézkrém és a törölköző. A pénzt ne vigyétek nagy pénztárcába, mert biztos, hogy kiveszik a táskádból. Én valamilyen kis izébe szoktam rakni, nagyon nem feltűnő, mindjárt valamit is mutatom nektek. Ami nekem ilyen néz ki. Illetve még papír zsebkendőt feltétlenül rakjatok bele. És ugye a törölközőt. Nagyon szórakoztató lesz az át. Úgyhogy kész a hátizsákunk, illetve itt a bőrön, aminek a másik felében jó, hogy jó, ha üresre hagyjátok, mert ide bele tudjátok rakni a szennyest. Úgyhogy ennyi lett volna a videó, és hogyha éppen ti is osztálykirándulásra mentek, akkor jó szórakozást! Sziasztok!